Mozgalmas volt a március hónap eleje a jászapáti rendőröknek. Először 2023. március 10-én érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint betörtek egy jászapáti belterületén található raktárba, ahonnan kézi szerszámokat, üdítő italokat és szeszes italokat loptak el több mint 500 ezer forint értékben. A következő bejelentés 16-án érkezett a hatóságokhoz, ekkor egy helyi ingatlanból tulajdonítottak el több liter pálinkát. Szintén ugyanezen a napon a központban lévő buszmegállóból lovasítottak meg egy elektromos rollert. A jászapáti rendőrök adatot gyűjtöttek és elemezték a rendelkezésre álló kamerák felvételeit, melynek elemzése során beazonosították a bűncselekmények feltételezett elkövetőit. A rendőrök a 21 és 24 éves helyi férfiakat 2023. március 20-án előállították a jászapáti rendőrösre, majd a nyomozók több rendbeli lopás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Kiderült, hogy a 21 éves jogsértő a társa által még 2022. decemberében egy helyi ingatlanból lopott láncfűrészt és baltát értékesítette úgy, hogy tudta, azok lopottak. Így pénzmosás büntet elkövetése miatt is felelnie kell. A nyomozók azt is megállapították, hogy a duónak már van folyamatban lévő korábbi ügye, így azokat egyesítették. A 21 éves terheltet összesen 4, 24 éves társát 8 bűncselekménnyel gyanúsítja a nyomozóhatóság. Őrizetbe vételüket követően előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.